Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele, mi van körülötte? Ez a kérdés ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan a lehetőség arra, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, hogy mi van vele most, hiszen visszahúzódott, nem tudod, hogy mit akar, hogy érzi magát. Viszont a kíváncsiság ott van, mi van vele, mi van körülötte. Ez a jóslás megrendelhető e-mailen keresztül, a díjam 4000 forint, mint mindig, minden jóslásnál. A jóslásokat megtekintheted a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, vagy megtalálsz a Facebookon keresztül. Vagy Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És most megnézzük, hogy mit üzennek a képek. Ez a kártya utal az érzelmeire. Kicsit fél, figyeli az eseményeket, védeni akarja magát, de az is lehet, hogy úgy érzi, hogy mások figyelik őt. Kicsit óvatos, vannak még félelmek, de ezzel a kasszával elvágja a félelmeit, átteszi magát ezen a negatív érzelmen. A terve az itt látható, hiszen látni akar téged, közeledik hozzád, viszont ez még egy átmeneti időszak, hiszen még nem ígérget semmit, a háttérben erre utal ez a híd. Ott vagytok a hídon, az egyik partot már elhagytátok, bizonyos dolgokat lezártatok, de az új part még nem látható, vagy látható, de még nem értétek el. Az a fontos, hogy meglegyen ez a jó irány, és hogy ő közeledjen hozzád. Amit mondani fog, hogy te állsz itt a középpontban, megkapod az elismerést, látni akar téged, és ami a párkapcsolatot, a szerelmet illeti, itt látható, hogy most eljött annak az ideje, hogy végre beszéljen a terveiről, az érzelmeiről. Ami még fontos számára, az ő élet ereje, hogy bebizonyítsa magát. Itt is látható, hogy úgy érzi, hogy mások figyelgetik őt, meg kell védenie magát, kicsit óvatos, de megvan arra az ereje, hogy kibontakozzon. Van nála egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Ez a torony azt is jelentheti, hogy ő még egy szűkös helyzetben van, fogva érzi magát, vagy a munkahelyen, vagy a lakhelyén, vagy még egy párkapcsolatban. Neki tanulnia kell valamit. És hogy miről van szó, erről mesél ez a kártya. Hiszen a háttérben ott vannak mások, és pletykálkodnak. Ezek lehetnek férfiak, lehetnek egy nő, lehet egy nő is, aki rosszul beszél róla. Itt látható a ravasz róka, és ellop valamit. Az is lehet, hogy valamit elloptak tőle. Ez lehet az ő ideje, vagy az energiája is. Vagy valaki becsapta őt. Amit neki észre kell vennie, tehát tanulnia kell ebből a helyzetből, hogy átlásson a dolgokon, hogy ki hazudozik, ki csapta őt be. Az is lehet, hogy itt van egy ilyen bírósági ügy, és számíthat arra, hogy megvan a hamisság a háttérben. Ami változik, hogy keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt, vagy beszél az érzelmeiről, vagy beszél a jövőről, hogy mit tervez veled, az is lehet, hogy elmondja azt, hogy miért van ebben a rossz, szűkös helyzetben. Megvan nála a remény és a hit, amire a kereszt utal, hogy a sors utatok kereszteződött, lesznek fontos döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez,
és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, még itt a hídon vagytok, de az irány az nagyon jó. És itt lesznek fontos döntések, ami várható, hogy itt a kulcs kihat rátok az ő maga biztonságára, a te maga biztonságodra, lezártok bizonyos eseményeket vagy kapcsolatokat, és egyúttal kinyílik ezzel a kulccsal egy új ajtó, ezek a lehetőségek, hogy megvan a remény arra, megvan a lehetőség arra, hogy közeledjetek egymáshoz, hogy itt kibontakozzon valami, hogy őszintén beszéljetek egymással akkor is, ha nála itt van ez a nehéz helyzet. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!